Gyülekeznek a hallgatók a D1-es előadóban a Győri Campus főépületében. Néhány perc és kezdődik a vizsga, az utolsók egyike, hiszen hamarosan vége az aktuális vizsgaidőszaknak a felsőoktatási intézményekben. Használni csak írószer, számógépet és statisztikai táblázatot szabad, és majd a kiosztásnál ügyeljenek arra, hogy ha én eltéveszteném, akkor is önök azt a feladatlapot kapják, amit a tanosztás szerint. A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak többsége komolyan veszi a tanulást, de akik lelkiismeretesen és rendszeresen készülnek, azoknak is nagy megmérettetést jelent egy-egy számon kérés. Azért nehéz elsősorban, mert rengeteget kell tanulni, mert az egész fél éves anyagból kell ilyenkor ugye számot adni a tudásunkról, és leosztva 7 hetes a vizsgaidőszak, de ha valakinek 7 vizsgája van például, akkor egyet 7 jut úgymond egy-egy tantárgyra, és 1 hét alatt kell feldolgozni, átismételni, megtanulni az esetleges új információkat, amit a fél év során vettünk. A vizsgaidőszak alatt pihenése nem sok idejük marad a hallgatóknak, hiszen több tárgyból méretetnek meg a fiatalok. Átlagosan egy-egy fél évben olyan 7 és 10-11 tárgy van, amit a hallgatók általában felvesznek. Ebből szerencsére sok tárgyból lehet megajánlott jegyet szerezni, így változó a vizsgák mennyisége, de olyan 5 és 8 közé tehető. Ugyanabból a tárgyból tett első, illetve második vizsga ingyenes, de ha nem sikerül a próbatétel, akkor minden további egzámen esetén ismételt vizsga, azaz IV-díjat kell fizetniük az érintetteknek.